Sziasztok! A repett fazék hangommal, ami egyszerűen nem akar rendbe jönni. Itt vagyunk az autóban az Ával, és megyünk a karácsonyfát venni. És tegnap a karácsonyi vásáron beszereztem a Petruskától egy ilyen kis fülvédőt, és imádom, nagyon-nagyon szeretem. A Nórinak meg vettem kislány méretűt, úgyhogy lesz passzoló. Mecsi-mecsi. És gondoltam most, ez itt tökéletes szerelés a karácsonyfa beszerzéshez, úgyhogy nagyon várom, remélem, hogy találunk még szépet. Igazából nemrég kezdték el a környékünkön árulni őket, úgyhogy én még bízom benne, hogy ezen a hétvégén van választék. Most arra a karácsonyfa farmra nem megyünk el, mert hova tavaly mentünk, mert az a helyzet, hogy már tavaly is november végén rettenetesen elfogytak a karácsonyfák, és mi meg addig nem foglalkoztunk vele, úgyhogy csak azért, hogy a szívünket fájdítsuk, nem megyünk el, úgyhogy egy közelebbi helyre megyünk. Úgyhogy igen, ott találkozunk. Mert itthon vagyok, lehet, hogy közben be fog párásodni a nemcsém, vagy nem tudom. Mert kint hagytam a kamerát, és most hoztam be a hidegről. Na, itt próbálok küzdeni a kis testem jólétéért, mert hogy folyamatosan megy el a hangom. Pont azon gondolkodtam, hogy október 20-a óta, vagy az őszi fesztivál után, hogy lebetegedtem, azóta mindig van valami. Szóval azóta kb. Egy hét volt, hogy jól voltam. És aztán majd jött egy torokgyulladás, egy nátha, egy bármi, és most is így köhögök, úgy érzem, mintha ráültek volna a mellkasomra, folyamatosan mondom, megy el a hangom, a lencsém meg párásodik be, nem jó, de amúgy nem vagyok rosszul, úgy kifejezettem. Na, amúgy a favásárlás sikeres volt, úgyhogy az legalább jó. Ádám éppen szívja a Nórinak az órát, mert ő is még mindig náthás, tehát ez borzasztó, hogy már ennek nincsen vége. De szerencsére ő is jól van, csak folyamatosan folyik az orra, és ki kell szívni neki. És most már, hogy nagyjából tudom úgy orrot fújni, de nem eléggé ahhoz, hogy a kis apró járatokból is kijöjjön minden, és nem szeretnék, hogy fülgyulladás legyen belőle, vagy bármi más. Na, de mivel most így ilyen laza hétvége van, arra gondoltam, hogy linzert fogok sütni, és próbálok annyi tésztát csinálni, hogy le is tudjak fagyasztani belőle egy adagot, hogy most sütök egy adagot ki, frissen meg majd jövő héten. És akkor jövök, igen. Úgyhogy most kerestem Noszoltin egy ilyen nagyon basic receptet. És most akkor sütünk együtt, igaz? Igen. Na, úgyhogy megyünk is, aztán majd mutatom, hogy sikerül. Egyébként az van, hogy a porcukrom az úgy összeállt, hogy ilyen tömb lett belőle. Úgyhogy még azt is így össze kell morzsolgatnom a kezemmel. Most Ádám azt mondja, hogy azért, mert nagy itt a pára. Tehát nagyon viccesen néz ki, valamint egy kavics. Na, úgyhogy majd ezzel főzünk. Mm-hmm.
napközben viszem be a hűtőbe, vagy hát teszem be a hűtőbe, és nem volt itthon folpakom, úgyhogy arra gondoltam, hogy megpróbálom olyan méh viaszos. Segíthetsz mindjárt frissen tartóba beletenni, vagy hát kis textilbe, vagy hát ez nem is textil, ez hülyeség, hanem ez a kis, tudjátok milyen ez, méviaszból van, és tök jól rá lehet simítani a dolgokra. Úgyhogy most egy órát kellene pihenni, és utána szaggatunk. Na, egy kicsit lehet, hogy csapongó így ez a vlog, de gondoltam, hogy megosztom a dilemmáimat. Nem akkora nagy, de nagy dilemmák, de voltam a karácsonyi vásárba Szombathelyen, egyik este kimentünk a gyerekekkel, és vettem mézet. És én általában akácmézből szoktam csinálni a mézes kalácsot, de megkérdeztem az árust, hogy ő mit ajánl mézes kalácsba. Képzeljétek el, hogy napraforgó mézet ajánlott, és már egy adagot sütöttem vele, és nagyon finom lett. Ennek egy kicsit más, cukrosabb állaga van, nagyon finom porhanyós lett a mézes kalács, de amúgy nekem a másik mézzel is jó szokott lenni, szóval nem tudom. Aztán közben meg vettem még egy adag mézet egy másik helyen, Szombathelyen, az Ökosan nevű boltban. Nagyon jól nézett ki, gyönyörű színe volt. Bocsánat, tudok-e kiabálnom a gyerekeket, ez meg ilyen virágméz. Még nem döntöttem el, úgyhogy most amíg itt teszek-veszek, addig kitalálom, de megírhatnátok kommentben, hogy ti milyen mézből szoktátok készíteni a mézes kalácsot. Egyébként a recept, amit én szoktam követni, az egy no-salt is recept, és úgy találjátok meg, hogy mesebeli mézes kalács. És most ezúttal ki is szeretném majd díszíteni, úgyhogy így lesz vele munka, de most találtam az írókához is egy tök jó receptet, úgyhogy hát majd meglátjuk. A kézegyességem az még mindig nem lesz tökéletes hozzá, de majd igyekszem. Kicsit kilisztezzük itt a tálat, és mehet pihenni, mi meg elmegyünk. Lesz regülés, meg betlehemes játék, meg éneklés a falu betleheménél, és akkor most oda elsétálunk. Úgyhogy nagyon hangulatos lesz, nagyon várom. Meg minden, mert Budapestre megyek, lesz két találkozom, az egyik 10 órakor egy nagyon kedves nővel, utána pedig 2 órakor két másik, nagyon jó barátnőmmel,
És mivel tegnap csak addig jutottam, hogy sokat takarítottam, úgyhogy azzal nagyon sok időm elment, de sütöttem a hétvégén mézes kalácsokat, meg lézert. Ezekből szeretnék a lányoknak csomagolni, meg kis ajándékcsomagokat összeállítani nekik, mert hogy mindenkinek készültem egy kis aprósággal karácsonyra. És hogyha ez megvan, akkor szerintem el is indulok, mert megtankolnom kell. Aztán kell szereznem szerintem valami kávét, vagy valamit, mert nagyon korán van, és éjfélkor feküdtem le, és 4,5 órát aludtam. Ez nem sok, úgyhogy hosszú napom lesz, de nagyon jó lesz, nagyon vártam már. Majd sminkelni szerintem ott fogok, ha megérkezem, és hamarosan indulok. Sziasztok! Ebből kitalálhatjátok, hogy hol vagyok. Most nem... Na, most látszik. Jaj, de jó. Szia, Julcsi! Halló! Itt vagyok a Julcsinál. Délelőtt volt egy találkozóm, aztán utána kijöttem Julcsihoz, mert úgy volt, hogy bemegyünk a városba, de aztán meghiúsult a termünk, de nem baj, mert amúgy nekem nagyon jó volt, hogy itt egy kicsit tudtunk ejtőzni nálad. A Julcsi megebédeltetett. Kaptam Starbucks kávét, úgyhogy minden oké. Okay. Most már mennem kell. És nagyon cuki a kislányod. Agán. Úgyhogy ez így ilyen feltöltődős volt. Nem is baj, hogy nem kellett a tömegben lejárnunk a lábunkat, bár az is biztos nagyon fel lett volna, de igen, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem nálad. Nagyon jó, hogy itt voltam. Majd haknizom a blogban a dekoroddal, mert jó. Nagyon szép. Én is ezt tenném a tiéddel, de nem fog összeenni idén. No, majd jövőre reméljük. Úgyhogy most hamarosan indulnom kell sajnos, de gondoltuk, még bejelentkezünk egy kicsit. Úgyhogy igen, otthon találkozunk. Nagyon random bejelentkezés, december 19-e van, és úgy alakult, hogy ma állítjuk fel a karácsonyfát. Ádám most hozta haza, munkával hazafele, úgyhogy most indul a karácsonyfeállítós projekt, és a gyerekekkel együtt fogjuk csinálni, ami szintén újdonság, úgyhogy állunk is neki. Thank you.
lejöttem csomagolni végre, fönt kezdtem el egyébként, de aztán hangosnak ítéltem meg, és nem szeretném, ha fölébrednének a gyerekek, és rajta kapnának csomagolás közben. Ez olyan nagyon furcsa lenne. Úgyhogy lejöttem a dolgozomba, és így halkan, hogy meghalljam, ha valamelyikük véletlenül felébred, beteszek a fülembe egy kis karácsonyi filmet, hogy most választok valamit Netflixen, és igazándiból hát így ma éjszakázunk, mert Ádám szerkeszti az utolsó Adventi Dal hanganyagát, mert csak utolsó simítások vannak, és nekem pedig már csak igazából a csomagolás van hátra, ami ilyen kötelező feladat, vagy hát szeretnék vele meglenni, nem szeretném utolsó napra hagyni. Ma 22-e van. A vlogokkal is nagyon megcsúsztam, egészen pontosan rengeteg megszerkesztendő anyagom van, úgyhogy nem tudom, hogy ezek mikor fognak kimenni, remélem még idén. Legalábbis azon leszek. Úgyhogy igen, most nekiállok gyorsan. Thank you.